Maglai Jenő a sajtótájékoztatón elmondta, a híd sérült korlátja csak egyike azoknak a városi problémáknak, amiket kevés pénzből is meg lehetne oldani, ha meg lenne rá az akarat. Ez arról beszél, hogy sajnos ennek a városnak nincs igazi gazdája. Az arról beszél, hogy hiába van az, hogy egy anyagi biztonság van, és elérkezett az arany időszak ennek az országnak, ennek a városnak, a valóság az nem így néz ki. A mindennapi valóság, amit a polgárok látnak, az valójában erről szól, amit itt most a hátunk mögött látunk, hogy sajnos az önkormányzat, illetve a közvallatok nem úgy végzik a munkájukat, ahogy kellene, hogy végezzék. Maglai ezen kívül kiemelte a Petőfi Sándor utca és a Prerádovics utca sarkán álló telket is, amely évek óta üresen áll, és elmondása szerint szeméttelepé vált. Reméljük, hogy nem kell, illetve egyre kevesebb helyszínre kell így majd kimennünk az elkövetkező időszakban, és bemutatni ezt a polgároknak, hogy milyen hanyagul és trehányul viselkedik az önkormányzat a feladata iránt. A frakcióvezető kiemelte, minden a városvezetőséget bíráló felszólalásuk után történnek kisebb-nagyobb változások, illetve a közösségi médiában megjelenő polgári észrevételeknek is vannak következményei. Azonban szerinte a városnak nem kellene ezt megvárni, hanem lehetőség szerint azonnal reagálni a problémákra.